vegyes érzések ismét az időmérő után. Az első és legfontosabb célunkat teljesítettük. Legjobb hondás versenyző vagyok, leggyorsabb. Tudom, hogy nem játszottak a 9.-10. helyre, úgyhogy ez a ma a tiszta teljesítményt mutatta a Q2. Ennek nagyon örülök. Annak kevésbé, hogy a Q2-ben nem volt túlságosan sok szerencsém, mert Thiago Monteiro ment előttem, tehát az ő szélárnyéket próbáltam használni. Egyszerűen azért, mert tudtam, hogy szélárnyék nélkül nincs esélyem jó kört futni. Annyira hosszú az egyenes, hogy muszáj valaki mögött menni, ez látszott. Szerintem most az időmérőn is. Minden esetre a kör közepére már annyit hibázott, hogy túlságosan közel kerültem hozzá. És ez eléggé megzavart, főleg a féktávokon. Úgyhogy a kettes szektorban sajnos sok időt veszítettem. De szerintem ezt leszámítva se lett volna a lehetőségünk az ötödik, negyedik helynél jobb pozíciót elérni. Tehát olyan szempontból szerencsés, hogy nem pole pozícióba került ez a kis félreértés ma a Q2-ben, de mégis nem jó érzés soha, amikor időmérő nem tudom kihozni a maximumot, és nem tudom megmutatni magamnak is, hogy pontosan milyen körre vagyok képes. A holnapi futamok tekintetében pedig jó esélyünk van abszolút a dobogóra, leginkább a második futamon. Az látszik, hogy a Chevrolet-kkal nem lehet versenyezni, tehát most ez az egy másodperces különbség időmérőm. Nagyjából arra számítottam, hogy ezt meg fogjuk kapni, ugyanakkor jó lett volna, hogyha nem 6 Chevrolet-tól kapunk ki, hanem csak mondjuk 2-től, és akkor már a harmadik helyre élhető közelségben lett volna. De nem akarok panaszkodni, jó volt az autómmal, és bízom benne, hogy holnap a futamok is eredményesek lesznek.